Ez a Költségvetési és Pénzügyi Bizottság közös ülésén készült felvétel a Pécsi Városházán kedden. Pécs idei költségvetési tervezetéről volt szó. Barkóczi Csaba képviselő arra volt kíváncsi, hol jelenik meg ebben az az óriási adósság, amiről a városvezetői baloldal beszélte a 2019-es önkormányzati választás idején. Péter Fiatila pénzügyi főosztályvezetőjét fagadhattuk arról, hogy hogy áll most jelenleg a városnak az a 23 milliárdos adóssága, amit polgármester úr még 2019-ben a megválasztása után lengetett be. És azt a választ kaptuk, hogy jelenleg ők nem látnak rá a pontos számokra, hogy mennyi az adósság, de pénzügyi főosztályvezető asszony elmondása szerint ez nagyjából 6 milliárd forint körül lehet. A képviselő szerint érthetetlen, hogy mi történt a többi adóssággal. Hogy sikerült törleszteni 17 milliárdot a pandémiától és a baloldal szerint kormányzati elvonásoktól büntetett önkormányzatnak 2 év alatt. Hogyha ez valóban így lenne, akkor az azt jelenteni, hogy Péter Fiatila egy varázsló, vagy pedig kobold, aki képes aranyrudakat teremteni a semmiből. Másik lehetőség pedig az, hogy ismét tetten érhető, hogy Péter Fiatila korábban is és most is becsapja a pécsieket, nem mond igazat, nem volt semmilyen hiányossága a városnak. Páva Zsolt plusz 4 milliárd folyószámla egyenleggel adta át neki ezt a várost, és az, amit akkor kommunikált, ma már pontosan látszik, hogy nem igaz. A város adósságáról, illetve az idei költségvetésről hamarosan újra vitázhatnak a képviselők. Február 15-én tárgyalja a pécsi közgyűlés a Baranyai megyeszékhely idei költségvetési tervezetét.